A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dogozzák a Szent Sebestyén templomot. Kilenc kislány hordja rá a bádogot. Kilenc kislány, kilenc barna legénnyel, sej mindegyik a maga szeretőjével. Felsővárosi templom torony, de magos. Közepébe van egy kereszt aranyos, az a kereszt a Bilkei Ferenci, se én meg vagyok a régi szeretőmi. Az a kereszt a Gabóra Béláé, se én meg vagyok a mostani szeretőmi. No hát, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, hát azt hiszem, hogy már ez a csodálatos hang sokat elárul arról, hogy kiről, miről fogunk beszélgetni ebben az adásunkban. A 2014-18-as felszállott a páva elődöntőse, döntőse, kinek ahogy tetszik, illetve a Prima Díja Zsikó zenekar szólistája, népi énektanár, és azt hiszem elárulhatjuk, hogy Zsikó Zsuzsanna elvitte már a magyar kultúrát Európa számos országába, és a tengeren túlra is. Köszönöm, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen a meghívást. Azt hiszem, hogy stílszerűen, vagy autentikusan egy székesfehérvári, és ezen belül is egy felsővárosi dallal kezdtük ezt a beszélgetést, nem véletlenül, hiszen itt vagyunk ugye a Fehérvár Televízió stúdiójában, és hát ugye Fehérváron. Úgyhogy azt hiszem, hogy nem lehetett volna ennél stílszerűbb a beszélgetésünk. Köszönjük, hogy ezt előadtad nekünk. Miért pont ezt a dalt választottad? Nagyon sokat gondolkoztam, amikor említetted, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy ének a beszélgetésünkben, és tulajdonképpen arra gondoltam, ha már itt vagyunk ebben a gyönyörű városban, akkor miért ne lehetne akár egy székesfehérvári, méghozzá felsővárosi gyűjtésből énekelni, és nagyon-nagyon szeretem egyébként ezt a dalt, úgyhogy gyakorlatilag kézenfekvő is volt, hogy ezt válasszam. Utazz velünk, kérlek, együtt az időben, és ezzel együtt hívjuk egy kalandos időutazásra nézőket. Menjünk vissza egészen odáig, hogy hol is lett a szíves csücske a zene, hol nőttél fel, Zsuzsi? Én Mezőföldhöz hasonlóan egy gyönyörű vidékről származom, a Sárközből, alsónyéki vagyok, és tulajdonképpen ez egy máig hagyományőrző település, és gyakorlatilag egészen kiskoromtól kezdve rabulejtett a sok gyönyörű viselet, amit láthattam az asszonyokon, lányokon, tényleg szinte nulla éves koromtól kezdve nekem is megvannak a sárközi viseleteim, és hát szebbnél szebb dalokat hallhattam a táncegyüttesben táncolóktól, illetve még az asszonyoktól. Úgyhogy tulajdonképpen mondhatom, hogy előbb kezdtem énekelni, mint beszélni. Ez az egyik nagyon fontos ág, a másik pedig apai oldalról vagyunk alsónyékiek, anyai oldalról pedig bukovinai székely származásúak. Úgyhogy tulajdonképpen ez a két identitás a mai napig nagyon erősen él a családunkban, és a sárközi vonalat ugye említettem, és tulajdonképpen amikor a mamámék áttelepültek Magyarországról, még Hadikfalván született, akkor ők hát aztán Kétyre, sok-sok vándorlás után Kétyre telepedtek, úgyhogy amikor mentünk családlátogatásra, akkor pedig a kétyi asszonyokat hallhattuk énekelni, és szintén láthattuk a gyönyörű viseleteikben őket, ami nyilván egy egyszerűbb, letisztultabb viselet, mint a sárközi.
de hát az is nagyon-nagyon gyönyörű, úgyhogy tulajdonképpen a sárközi és a bukovinai székelyvonal szépen párhuzamosan egymás mellett haladva kísérte végig a gyerekkorunkat, és napjainkban is ez megvan, és ahogy említettem, tényleg szerintem előbb kezdtem el énekelni. Hogyan érkezett el az életedbe Székesfehérvár? Na hát ez egy nagyon-nagyon érdekes történet, mert hogy a bátyám ide járt, a Hermann László zeneművészeti, akkor még szakközépiskolába, sőt, amikor én jártam oda, még akkor is szakközépiskola volt, most már ugye szakgimnázium, és ő 3 évvel idősebb tőlem, és valahogy úgy mindig követtem őt, ő is tanult zenét, énekelt is, illetve mai napig teszi ezt, és tulajdonképpen, amikor ő belecsöppent ide a konzis létbe, akkor is már jártam zeneiskolába, de akkor fogalmazódott meg bennem az, hogy jó lenne magasabb fokon és szinten tanulni a zenét. És tulajdonképpen aztán őt követve kerültem ide, viszont van egy szerintem érdekes történet, vagy legalábbis én úgy élem meg, mert amikor 9 éves voltam, akkor a Cinege Madár népdaléneklési versenyen, ez Tolna megyében népdaléneklési verseny volt, mostanra népdaléneklési és népzenei verseny lett már, annyira kinőtte magát, és amikor 9 éves voltam, 3. osztályos, akkor részt vettem ezen a versenyen, és tovább jutottam mindig a következő és következő fordulóra, és tulajdonképpen akkor az országos verseny, az itt volt Székesfehérváron, az volt életem első országos versenye, ami ide vezetett Székesfehérvárra, úgyhogy nyilván ezt nem gondoltam volna, hogy majd évekkel később aztán megint csak ide vezet az utam. Mégis ide és gyakorlatilag azóta is itt vagyok, de mégis valahogy minden út Székesfehérvárra vezetett, és aztán egyik lehetőség után pedig jött a másik. A Zeneművészeti Egyetem hogyan került akkor a képbe? Ez már abban az időszakban volt, amikor Székesfehérváron voltál, jártál, vagy hogyan volt, amikor a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hát tulajdonképpen az életedbe került? Így van. Tulajdonképpen, amikor kimondtam, mert bennem mindig megvolt ez az érzés, hogy biztos, hogy zenével szeretnék foglalkozni, nem is volt soha B-tervem. Csak ez az egy tervem volt, hogy a zene. És ahogy ezt így kimondtam magamban is, hogy igen, akkor én szeretnék konziba menni, akkor utána azt is kimondtam, hogy szeretném elvégezni majd annak idején a Zeneakadémiát is. Igen. És hála Istennek nagyon sok gyakorlás, lemondás árán ugyan, de sikerült felvételt nyernem ide is, a zeneművészeti, most már szakgimnáziumba, és aztán azt követően pedig a Zeneakadémiára is. Az akkori pedagógusaid mind általános iskolában, mind a későbbi évek alatt, mind az egyetemi évek alatt támogattak ebben? Tehát mindig kaptál visszajelzést afelé, hogy igen, erre érdemes orientálódnod. Hogy emlékszel erre vissza? Abszolút, mindig támogató közeg vett körül, és emlékszem, 4 éves koromban kezdtem el táncolni az Alsónyéki Táncegyüttesben, és azokat a táncokat, meg dalokat, amiket ott megtanultam, azt szépen elvittem az óvodába, és az ovis társaimnak is továbbadtam, és nagyon hálás vagyok az akkori óvonéninek, sőt a dadáknak is, gyakorlatilag mindenkinek, aki akkoriban ott dolgozott az óvodában, mert lehetőséget adtak arra, hogy a kis 4 éves Zsuzsika megtanítsa azokat, amiket tanult táncórán, és gyakorlatilag ugyanezt végigvihettem az általános iskolában is,
mert ott is egy nagyon-nagyon jó és nagyon támogató közeg vett körül. És hála Istennek a csoporttársaim is vevők voltak erre, úgyhogy soha nem volt abból probléma, hogy na, akkor ő miért szeretne mondjuk népdalokat tanítani. Bár hozzáteszem, hogy akkoriban sokkal nehezebb volt népdalokat énekelni, mint a mai világban, mert hogyha megnézzük, akkor tulajdonképpen, és még mindig fiatal vagyok, csak most van egy akkora nagy változás a különféle közösségi médiáknak köszönhetően, hogy gyakorlatilag napjainkban bármikor bárki bárhol hallgathat népzenét, népdalokat, nézhet néptáncot, és ugye akkoriban, mondjuk 20 évvel, meg még korábban, 20 évvel ezelőtt nem volt erre lehetőség. És voltak azért olyan gyerekek, akik furcsálták, hogy ó, mit szeretne most, vagy miért énekli ezt, amikor lehetne bármelyik világsztárt is hallgatni, meg énekelni. Úgyhogy kölcsönösen tanítottuk egymást a társaimmal, mert én egyáltalán nem hallgattam soha angol nyelvű számokat. Egyébként most sem nagyon szoktam, bár nyilván elkerülhetetlen. És milyen jól teszed ezt, hiszen én azt gondolom, nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy értékőrzés és értékmentés, amit kimondhatunk akkor, hogyha arról van szó, hogy népdal, népzene, mert én azt hiszem, hogy ez egy örökérvényű dolog. Abszolút. Ez mindig volt, most is van, és nagyon bízunk abban, hogy lesz is. És nagyon-nagyon szeretem egyébként a népdaloknak a szövegeit, mert gyakorlatilag régen úgy tudtak megfogalmazni érzéseket és gondolatokat, ahogyan most nem tudnak, és azt gondolom, hogy a jövőben sem fognak tudni. Van egy nagyon-nagyon szép gyímesi szöveg, nagyon szeretem. Amikor készültem a diplomakoncertemre, akkor próbáltam úgy kiválasztani a műsoromat, hogy többféle műfaj szerepet kaphasson. Aha. És tulajdonképpen akkor volt egy olyan műsorom, amiben gyimesi keserveseket énekeltem, és gyönyörű szövegeket tudtam akkor összeválogatni, és például ezt mindig el szoktam mondani példának, mert tényleg nagyon szép az a szöveg, hogy hervadatlan rózsa áldogál magában, a szívemet egy betyár erősen megcsalta. És tulajdonképpen, hogyha mondjuk elkezdjük ezt a szöveget is mondani, hogy hervadatlan rózsa áldogál magában, akkor lehet, hogy tényleg arra a rózsaszárra gondolunk, de hogyha végighallgatjuk ugye a szöveget, akkor tulajdonképpen rájövünk, hogy ó, hát ez a hervadatlan rózsa, hát az rólam szól. Csodálatos metaforák, hasonlatok találhatók. Nagyon, nagyon-nagyon szépen, és tulajdonképpen bármi másra is lehetett volna példát mondani, csak akkor ez bennem annyira megragadt, annyira gyönyörű ez a szöveg, hogy mindig el szoktam mondani, hogy ennél szebb hasonlatot tulajdonképpen nem tudtunk volna mondani, vagy nem tudnánk mondani. És tényleg annyira gyönyörű a magyar nyelv, és annyira vegyes a szókincsünk, és változatos, mégis éppen azt gondolom, amit te is mondtál, hogy régen talán sokkal, ha mondhatjuk így, jobban ki tudták fejezni az emberek az érzéseiket, akár egy-egy ilyen dalon keresztül is. Én azt hiszem, hogy akkor is nagyon jól sikerült kifejezni például többek között a te érzéseidet is, amikor bizony felszállott az a bizonyos páva. Hogy is történt ez a nézők számára sem ismeretlen a felszállott a páva? Azért az egy nagyon nagy nézőközönségnek helyt adó műsor, ami nem csak szemet gyönyörködtet, hanem a fülünket is mindig hát tulajdonképpen kápráztatta, hogyha lehet így mondani. 2014 és 2018 nagyon fontos évszám az életedben. Így van. 2014-ben, amikor lehetőséget kaptam, nem mondanám azt, hogy versenyezni, mert tulajdonképpen, bár hivatalosan ez egy verseny volt, de mi mindannyian úgy éltük meg, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy kapcsolatokat tudjunk teremteni. Nagyon-nagyon jó lehetőség volt arra, hogy egy picit a tévés világból akár csak egy szeletet is kaphassunk, illetve nagyon-nagyon jó lehetőség volt arra, hogy végre tényleg a nézők élőben tudják látni ezt a gyönyörű kultúrát,
ami azt gondolom, hogy egyedülálló. Abszolút, csak így van. Nekünk van ilyen. És nem akartam jelentkezni, de láttam, hogy meghosszabbították a jelentkezést, és a meghosszabbított jelentkezési határidő utolsó órájában gondoltam, hogy jó, hát akkor mégiscsak leadom. És nem is fűztem hozzá nagy reményeket, és viszonylag sok idő elteltével kaptunk e-mailt, tájékoztatást arról, hogy sikerült, avagy nem sikerült, és tulajdonképpen szinte már el is felejtettem, hogy leadtam a jelentkezést, meg aztán volt egy előválogató, úgymond. Igen, igen. És aztán egyszer csak jött az örömteli e-mail, hogy bekerültem én is az élő adásba, és tulajdonképpen nem is akartam elhinni, hogy ez most tényleg megtörténik, és nem azt láttam benne, hogy na, akkor itt egy nagyon komoly verseny lesz, hanem... Egy kicsit egy ilyen bemutatkozási lehetőség. Bemutatkozás, illetve nagyon-nagyon kíváncsi voltam arra, hogy ki hogyan dolgozik, és azt gondolom, hogy bár tényleg az utolsó órában adtam le a jelentkezést, de hogy akkor egy nagyon-nagyon jó döntést hoztam meg, és abban is akkor támogatott a családom is, illetve a tanáraim is. Akkor egyébként 5. éves voltam itt, aha, még a konziban. Nem csak egyedülálló kultúrát vittél el a magyarság elé, mert bár azt gondolom, hogy ismerjük a magyar népzenét és a népi kultúrát, de talán nem annyira, amennyire kellene, hogyha az általános közönségről beszélek, vagy arról, hogy a nagy közönség. Te mégis odavitted azt a csodálatos magyar kultúrát és egyedülálló előadásokat, ami azt hiszem, hogy mindenki számára szemedgyönyörködtető volt ott a színpadon, ahogy álltál, tényleg egy szál magadban, egy szál mikrofonnal, az egy szál hangoddal, és azt gondolom, hogy betöltötte az egész nagy termet. Nagyon érdekes produkciókat láthattunk tőled. Az egyik, ami nagyon tetszett, az egy olyan volt, amiben ilyen, talán ez a duda igen, hangját próbáltad utánozni. Hogy emlékszel erre vissza? Hogyan álltál fel a színpadra a zsűri elé? Nagyon izgatottan. Volt bennem izgalom is persze. És tulajdonképpen akkor a mentorom dr. Juhász Katalin volt. Aha. Mind a kettő évadban, a 14-es és a 18-as évadokban is. És ez is egy érdekes kapcsolat, mert hogy Kati is gyakorlatilag 8 éves koromtól kezdve zsűrizett folyamatosan, úgyhogy láthatott engem felcseperedni. És akkor ő ott látották, tehát ott meglepődött, mondhatjuk, amikor ott találkoztatok, vagy tudta, hogy majd? Tudta. Tudta. Tudta, igen. És azt nem tudom, hogy neki volt-e választása abban, hogy kikkel dolgozzon, aha, együtt, aha, vagy nem, ezt soha nem is kérdeztem meg. Lehet, hogy majd ezután megkérdezem, mert tényleg most ez így érdekel. Minden esetre őt kaptam mentoromnak, és nagyon sokat beszélgettünk, hogy mit kéne énekelni. És akkor arra jutottunk, már rögtön az első adáskor is, a 14-esben, hogy valami olyat kellene, amit biztos, hogy más nem fog énekelni. És akkor tulajdonképpen így jött, hogy hát akkor miért nem éneklek duda utánzást, azt úgyse fog senki énekelni. Hogy valami olyat tudjak énekelni, amire biztosan emlékezni fognak majd évek múltán is. A 14-es műsort azt gyakorlatilag így választottuk ki. Hát 18-ban pedig szintén e gondolat mentén... Az egyediség volt a fő célotok. Igen, és tulajdonképpen Kallós Zoli bácsi emlékének tisztelegve, akkor úgy gondoltuk, hogy nagyon-nagyon szép lenne, hogyha ezt a halott kísérőt elénekelném. És gyakorlatilag akkor is ez vezérelt bennünket, hogy egy olyan dalt, vagy olyan összeállítást adjak elő, amire biztosan emlékezni fognak. És hát még így, hogy Zoli bácsi előtt tisztelegtünk, így meg azt gondolom, hogy egy külön
mély érzelmi tartalmat tudott adni annak az éneklésnek akkor. Nem csak ezek a fontosak az életedben az időszakaidat tekintve, vagy a sikereidet tekintve, hanem a zenekar is. Mesélsz egy kicsit nekünk erről, illetve a nézőknek. Abszolút. Nagyon sok lehetőségem van, hál' Istennek, zenekarban énekelni a szóló megjelenések mellett. Mind a kettőnek megvan a nehézsége, meg a szépsége is. Melyiket szereted jobban, hogyha el kellene választani a kettőt egymástól? Nem tudom elválasztani. Nem tudsz választani. nem tudok erre választ adni, mert mind a kettő nagyon-nagyon nehéz, és mind a kettő nagyon szép feladat. Megvan a könnyebbsége egyiknek is, másiknak is, és a nehézsége is. Úgyhogy tulajdonképpen nem tudnék választani. Úgy, ahogyan nem tudnék választani mondjuk a koncertezés, vagy a táncszínházi előadások között sem, mert mind a kettőt másért szeretem, és mind a kettőnek más a szépsége, és más a nehézsége. Tarsoly mikor jött egyébként az életedbe? A Tarsoly zenekar, hát ez is egy érdekes történet, mert tulajdonképpen amikor még volt énekesük, egy másik énekes hölgy dolgozott velük, akkor is valahogy mindig olyan felkéréseket kaptunk, hogy együtt kellett dolgozzunk. Úgyhogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy ha számszerűsíteni kellene, akkor egy 10 éve dolgozunk aktívan együtt. Kik a ti közönségetek egyébként? Meg tudod ezt határozni? Nem tudom meghatározni. Az egészen pici babáktól kezdve a legidősebb korosztályig, hála Istennek, mindenki szokott jönni az előadásainkra, és a koncertezésen túl táncszínházi produkciókban is dolgozunk együtt, amit ugye említettem is, és gyakorlatilag ott is a nézőtéren, ha körbenézünk, akkor mindenféle korosztály megtalálható. Én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat elárul akkor, hogyha a népzenéről vagy rólatok van szó, és a Hermannban is megtalálható vagy a diákok legnagyobb örömére és a pedagógiai módszertan legnagyobb örömére, hogyha a zenekultúráról van szó. Kiket tanítasz, és mi az, amit ott pontosan tanítasz a gyerekeknek, diákoknak? Ebben csak bízom, hogy mindenki legnagyobb örömére dolgozom most már 8. tanéve. A Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában. És tulajdonképpen, ugye, mint említettem, 5 évet kicsit megkerülve a kérdésedet, 5 évet lehettem az intézményben, mint tanuló. Igen, igen, igen. Akkoriban az egy nagyon-nagyon fontos és nagyon meghatározó 5 esztendő volt, és amikor zeneakadémista voltam, másodéves zeneakadémista, akkor Vakler Anna, akkori tanárom, mondta, hogy nagyon-nagyon szeretné, ha visszajönnék a 3. tanévtől, tehát szeptembertől tanítani. És nagyon megijedtem ettől a feladattól, nem is adtam rögtön választ, mondta, hogy nyugodtan gondoljam át, nem kell kapkodni, de ő nagyon-nagyon szeretné. Látta benned a potenciát, abszolút. Féltem ettől, mert volt addigra egy kialakult kis egyetemista életem, tudtam, hogy mikor megyek fellépni, mikor milyen órát látogatok, mikor tudok gyakorolni, zenekari próba, stb. És hát 22 éves voltam, hát fogalmam nem volt arról, hogy hogyan fogom tudni beilleszteni a tanítást ebbe az akkorra már megszokott érthető, kis persze. életembe. Úgyhogy hát teltek, múltak a hetek, mire választattam Anna néninek, hogy na most akkor elvállalom-e vagy nem, és utóbb, ahogy beszélgettünk, mondta, hogy ja, hát ő biztos volt benne, hogy elvállalom. Na és akkor tulajdonképpen visszatérve a kérdésedre, 8. tanéve tanítok már ebben a csodálatos intézményben, és kisgyerekektől kezdve az 5. éves, a
Hát a nagy gyerekekig, fiatal felnőttek a 19 éves korosztályig, gyakorlatilag mindenféle korosztály megtalálható, és az éneklés mellett még kevés óraszámban ugyan, de citerát is oktatok. Amit szintén hallhattunk nem is olyan régen, például az autizmus világnapjához kapcsolódóan az egyik székesfehérvári iskolában is annak rendezvényén, és sajnos a műsoridőnk végéhez közeledünk, de én azt mondom neked, hogy még ne menj el anélkül, hogy egy üzenetet adj a fiataloknak, és nem mint csak pedagógus, hanem mint Zsikó Zsuzsanna. Mi az, amire felhívnád a fiatalság, a diákság, a székesfehérvári gyerekek, tanulók figyelmét akkor, hogyha a magyar népzenéről és a népdalokról van szó? Nem csak e köré tudnám mondani a gondolataimat, hanem az élet bármely területén is legyenek, bárhova sodorja őket az élet, mindig hallgassanak a szívükre és a megérzéseikre, és mindig higgyenek önmagukban. Talán ez a legfontosabb. Fantasztikus volt téged hallani, látni, és az, hogy tényleg azt gondolom, hogy van remény, amikor arról van szó, hogy magyar népzene, és köszönjük neked ezt az értékmentést, amit tulajdonképpen te nap mint nap folytatsz itt, Székesfehérváron is. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, Zsikó Zsuzsanna volt a vendégem itt a Fehérvári Beszélgetések című műsorunkban, a Fehérvár Televízióban. Én köszönöm, hogy velünk tartottak, bízom benne, egy értékes és érdekes beszélgetést hallhattak. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.